Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a 6. Leopold Blum díját adó finisszás tárlat legesleg végén 2021. 2011-ben kezdődött a történet, és én ezt azok számára, akik esetleg ezt nem ismerik, nyilvánvalóan ezzel számol az ember, miért is számolnék azzal, hogy mindenki ismeri a sztorit. Röviden elmesélem, hogy mi is történt az én nézőpontomból, és azért vannak itt a művészek, akik anno, illetve most megnyerték ezt a díjat, hogy ezekről a tapasztalatokról próbáljunk meg mind személyes, mind pedig általános érvényű téziseket, ellentéziseket megfogalmazni. Én ezt megpróbálom a saját keresetlen módomon egy kicsit moderálni, de nagyon nagy örömmel köszöntöm, és akkor így a leülés sorrendjében mondom őket, és egyben Vagykó Róbertet, aki 2011-ből jött ide. Szabó Esztert, aki jelenleg is itt tartózkodik. És Nemes Csabát, aki pedig 2013-ból érkezett. Úgyhogy ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve vagyunk itt. És hát még van egy, vagy volt egy beszélgető partnerünk, akit teljesen érthető módon most nélkülöznünk kell, ő Ember Sári, ugyanis ilyen várandóság és a Covid helyzet miatt azt mondta, hogy inkább visszamondja a szereplést, úgyhogy innen integetünk neki, és drukkolunk. És képviseljük. És igen, és elmondjátok, hogy mit gondol az életről, a művészetről és a többi. És ott még a sztoriban két másik győztesünk, akik mind a ketten Berlinben vannak, ugye nem is csak éppen most, hanem állandóan, Katalina Szevics és Németh Hajnal. Tehát a kronológikus sorrend ez. De mi is ez az egész? 2011-ben nekem ez egy nagy meglepetés volt, és csak vendégként vettem rajta részt. Egyszer csak a Kisceli Múzeumban egy ilyen hatalmas díjátadó készülődött, nagy érlelt sajtok, és nem tudom én, pincérek jelezték azt, hogy itt valami történik. Ugyanis az akkor frissen a magyar műtárgypiacra is belépő Morris Ward szállító vállalat tulajdonosai úgy gondolták, hogy föladják azt, vagy hát átváltják az ő műgyűjtői tevékenységüket, és immár egy ilyen támogatási formában gondolkoznak a magyar képzőművészet és a nemzetközi horizont viszonyáról, és megalapították ezt a Leopold Blumnak keresztelt díjat, amit én mindig el szoktam mondani, ahogy csak van rá lehetőségem, hogy elképesztő nagy vonalú dolog, hogy valaki nem magáról nevezi el a díjat, nem is tudom, hogy sok van-e ilyen. És John és Mary mindig a háttérben maradnak, az egész konstrukcióban sokan vettek részt, hogy ezt kidolgozzák. Én elfeledkeztem bemutatkozni, én Kukla Krisztián vagyok, és 2015-ös díjátadó óta szervezem ezt az esemény sort, és ez azt is jelenti, hogy az első 10 évnek a második feléről vannak teljesen személyes tapasztalataim, előtte meg én is külsősként, vendégként vettem részt magában a díjátadó folyamatában. A sztori az eléggé egyszerű és most már kikristályosodott. 10.000 euró jutalmat kap az a művész, aki egy, ugyanúgy mint a többiek, egy külföldi kiállítás tervel, a saját portfóliójával pályázik erre a díjra, majd amikor a shortlistesek összeállítódnak, összeállítja őket az a háromfős külföldi szakemberekből álló zsűri, akiket meghívunk Magyarországra, és egy műteremlátogatás sorozat dönt tulajdonképpen a győztesről. A finalisták egy közös kiállításra mutatkoznak be. A 2021-es kiállítást itt láthatjátok, most még ma este, meg talán holnap, hogyha kinyit az intézmény, és aztán hétfőn elbontjuk
a dolgot. Úgyhogy először a Kiszteli Múzeumban volt a díjátadó, nem volt ennek sohasem fix helye, és hogyha megengeditek, akkor én viszont elfoglalom ezt a fix helyet mögöttem. Tehát nem volt soha a fix helye, a Kiszteli Múzeumban kezdődött a történet, és azt mondom, nekem egy ilyen esemény számba ment, sokkal kevésbé volt talán a kiállítás akkor még hangsúlyos, és volt egy nagy különbség, és majd ezzel indítom is a kérdést, hogy akkor még táblakép díj volt tulajdonképpen, tehát festészetből indultunk el, és hát ez az első kérdésem is lesz, majd talán be is dobhatom már így a közösbe, hogy mennyire van esélye mostanában a festőknek, mert hogy ezt sokszor visszahalljuk, hogy hát most festészettel már biztos nem lehet, hogy nem könnyű nyerni, mi is a festészet helyzete az ilyen nemzetközi díjak területén, ez egy izgalmas probléma. Utána viszont átkerült a díj a Bálnába, kétszer is volt, nem, a Ludwig Múzeumban, elnézést, és akkor hát az aztán egy különösen izgalmas sztori volt, ezt majd Csabának átpasszoljuk, hogy erről reflektáljon, mert ugye ott a Ludwig átalakulás, a Ludwig lépcső sztoria mellett, mögött kapta ő ezt a díjat, és aztán kétszer voltunk a Bálnában, majd utána a díj túlélte a Bálnát tulajdonképpen, ami nem nagy dicsőség sajnos, de szomorú tény, és a 2019-ben megint a Ludwig Múzeumban mentünk vissza, az idei év pedig a Cook Contemporary vendégszeretetét jelzi számunkra, vagy azt a kooperációt, amivel mi nyilván egy kicsit akartunk is valamit érzékeltetni egyrészt, másrészt meg ez egy tökéletes helyszín volt. A shortlistesek, amióta ezt ebben valamennyire részt veszek, a shortlisteseket mindig úgy a kiállított élnagyságához lőjük be, de nagyon szeretem azt, hogy ez egy shortlist, vagyis hogy nem hosszú. Tehát meg lehet jegyezni a szereplőket és így tovább. És akkor én el is engedem azt, hogy a bevezetőmet tovább cifrázzam, hanem sokkal inkább szeretném, hogyha egy-két kérdésen keresztül végigmennénk. A javaslatom az talán az elején, de utána meg borítsuk föl rögtön, hogy kronológikus sorrendben haladjunk, úgyhogy Robit kérdezem, mert ő mindig az első fog maradni ennek a díjnak a történetében, hogy mi történt veled, aztán hogyan tudod felidézni az elmúlt évtizedet ebből a szempontból, művészi pályádon, mit jelentett ez a díj, és főleg mit jelentett ez a, mondjuk ez a nemzetközi horizont megcélozása ennek a díjnak a segítségével. Szóval én azt gondolom, hogy kritikai aspektusokat is érdemes lenne felhozni. Itt nem pusztán egy ilyen öntömérezés, vagy egy valamilyen ilyen, hogy minden nagyon jó, mert hogy nagyon sok teendő is van még ezzel kapcsolatban, hogy ilyen aspektusokat érintenék. Én parancsolj! Köszönöm a kérdést, sziasztok! Azt érdemes még tudni a díjról, illetve a pályázott körülményeiről, hogy egy, azt hiszem, most is így van, egy külföldi kiállítási projekttel lehet pályázni, tehát egy kurátori együttműködés kell egy jövőben megvalósulandó kiállítás ahhoz, hogy egyáltalán az ember pályázzon a díjra. És nekem ez a kurátor, akkor a Tanya Rümfolt, aki a hollandiai Haarlem városában dolgozott, volt egy galériája, utána inkább a múzeumi szférába ment tovább, de nekem akkor már voltak ott egy festő barátom, Julia Molnár révén különféle kapcsolataim, és végül is ezzel a projekttel kaptam meg a díjat 2011-ből, ami akkor valóban még csak festészeti díj volt, tehát egy kicsit, hogy mondjam, ilyen szempontból tisztább volt a helyzet, hogy a festészet volt a festészettel összehasonlítva. És hát tulajdonképpen én ezt a díjat valóban arra fordítottam, hogy majdnem két évig éltem Hollandiába. Bár úgy volt először, hogy csak egy fél éves rezidencia programra fogok elmenni Amsterdamba, de aztán az ottani hely az felajánlott még plusz 3 hónapot, akkor mondtam, hogy jó, még szívesen maradok. És Rotterdamban volt egy nagyon érdekes kezdeményezés, a Rotterdam nevű ilyen alternatív art fair, ami a Rotterdammal párhuzamosan futott, egy ilyen szatellit art fair, egy üres irodaházban került megrendezésre, ahol művészek tulajdonképpen galériás háttér nélkül is jelentkezhettek, és egy teljesen emberi összegért ki lehetett bírálni valamelyik üres irodaépületet. És ott azt hiszem, hogy 4 vagy 5 szinten több mint 200 művész volt jelen, és akkor ott
majd szívesen kitérek rá, ez érdekes lehet, ilyen kalandos módon kaptam egy díjat, és akkor még lett lehetőségem maradni még tovább, és így lett belőle tulajdonképpen egy két éves kiküldetés, úgyhogy ilyen büszkén, vagy nem büszkén mondhatom, hogy ezt tényleg elköltöttem ezt az összeget, ami miatt ugye létrehozták ezt a díjat, és hát tényleg számtalan projektbe vettem részt, akkor is ott kint sok kiállításon, akkor annak nyilván sok utóélete volt azon kívül is, tehát ez mindenképpen egy nagyon jó projekt, és nagyon sokat segített nekem a pályámon. Hogyha, nem tudom, ha mindenképpen valamilyen kritikai meglátással kell élnem, akkor talán itt mondanék, hogy nyilván az, hogy az ember kap egy valamekkora összeget, az azzal ő tud gazdálkodni, vagy tud abból valamit kihozni, de talán azt a nagyobb léptékű ugrást, amivel talán a díjalapító is számoltak, ahhoz szerintem kevés, mert ahhoz nyilván sokkal összetettebb munkának kellene a háttérben lenni, de hát érthető okokból ez nem feltétlenül valósul meg, úgyhogy én inkább a pozitívumait látom, és egy abszolút egy egyedülálló kezdeményezés, mert csak azért is, mert nemzetközi zsűri adja a díjat, ami Magyarországon, hát nem is tanul valamelyik ehhez fogható. Tehát ezt a kicsit néha érezhető belterjességet, amit egyéb díjakon lehet bizonyos esetben tetten érni, azt szerintem itt nincsen. És ráadásul a zsűri mindig más, tehát hogy ez egy ilyen furcsa játék, mindig a zsűritagok kiválasztásának a hosszabb periódusa, és hát az, hogy igen, az, hogy az alapítók tényleg az égvilágon semmiben nem szólnak bele, és ez egy olyan szép történet így az egészben. Van egy ilyen felvilágosult oldala a dolognak. Az én szerepem, vagy akik még így benne vagyunk a szervezőkben, az meg az, hogy állandóan, hogy is mondjam, szólhatok bárkinek, tehát tényleg mediálhatok a díjjal kapcsolatban, azt mondom, hogy tessék pályázni, meg hogyha az ember kicsit távolságban van, akkor az nem jó ebből a szempontból. És azt nagyon jól tudom, hogy én szerintem megváltoztak a körülmények az elmúlt 10 évben. És ez talán a következő kérdés, még a Csaba kis sztoria előtt így bedobnám ezt, hogy mennyire változtak meg ezek a körülmények. Tehát amikor a Johnny-k idejöttek 2010 magasságában, vagy egy kicsit már korábban, akkor ők találkoztak remek magyar képzőművészekkel, akik viszont, ha megjött a külföldi kurátor, akkor leginkább magukra zárták az ajtót, és még oda toltak egy szekrényt, hogy nehogy interakcióba kelljen kerülni. Azóta kinyíltak az egyetemek, elindult valami, én ezt egy nagyon pozitív folyamatnak látom. Ergo azon kéne gondolkozni, hogy hova menjünk tovább ezzel a díjjal. Mi legyen a következő lépés? Hogyan lehetne ezt egy ilyen lépésváltásként is megtenni? De ez a következő fázis, és először Csabi 2013-as tapasztalataira, díj előtti és utáni életére vagyunk nagyon kíváncsiak. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Az első dolog, amit említenék, az, hogy én is pályáztam erre a legelső díjra, tehát az utolsó pillanatban mégsem, és az egyik dolog, ami megakadályozott benne az, hogy ugyanakkor kértek egy igazolást arról, hogy ez a jövendőbeli kiállítás, ezt kifogadná be. És ez mondjuk egy komoly problémát okozott, mert hogy általában azért a igazán komoly kiállítóhelyek azok több évre előre teli vannak már programmal, és most vagy az ember valamilyen haveri helyet keres magának, és akkor mondjuk be tudják vállalni, vagy pedig szinte lehetetlenség. Tehát én tényleg megpróbálkoztam egy-két olyan, mondjuk nem, nyilván nem a legnagyobb intézményekkel, de olyanokkal, amik ilyen följövő komoly intézmények, mondjuk Londonban, és hát mindenhol azt írták vissza, hogy hát ez nagyon kedves, aranyos, mint talán tetszik is nekik ez a dolog, de hát hogy ők nem tudnak egy ilyet bevállalni ennyi idő alatt. És hát adódott volna számomra, hogy mondjam, tehát a kiírás szerint belefért volna az, hogy a bécsi Knoll Galériával dolgozok együtt, de hát azt még túl pofátlannak éreztem, hogy ez egy ilyen nagyon kis körben. Meg hát pont a lényeg ennek a díjnak az, hogy valami léptékváltást eszközölni, és hát az, hogy most Bécsben van egy kiállításom, mondjuk a Budapest után és felváltva, ez amúgy is megtörténik, tehát erre nem akartam úgymond egy ilyen lehetőséget valahogyan így
hogy kidobni az ablakon. Tehát én inkább azt gondoltam, hogy jó, egy picikét várok, és jobban előkészülök a következő pályázatnak, akkor még nem változtak meg ezek a körülmények. És ott két kurátorral, a Maja és a Ruben Fox-szal elkezdtünk már időben dolgozni ezen, és rájöttünk arra, hogy nyilván talán sokkal könnyebb a régióban találni valamilyen intézményt, ahol egy picit talán rugalmasabban bánnak ezekre a dolgokkal, meg hát nyilván a kapcsolati tőkék is jobban működik, és mi így beszéltük meg a Riekai Kortárs Művészeti Múzeummal, hogy ők be tudnánk fogadni ezt a bizonyos kiállítást. Úgyhogy így a második alkalommal már tudtam pályázni, és ezt a pénzt egyébként szerencsére később más forrásokat is be tudtunk vinni, és eleve az volt a célunk, hogy picit tovább görgetjük ezt a dolgot, és nem csak egy kiállítást csinálunk meg, hanem lehetőleg többet, mondjuk minimum egyet, és itt a Hans Knoll segítségével végül is a Krakói Mozak Múzeumban szintén sikerült rá egy évre egy egyéni kiállítást összehozni. Tehát, hogy ez így tényleg nagyon dobott a dolgon, tehát, hogy és nagyon örülök, hogy ez a dolog végül is ez így történt. És aztán, amikor a későbbiekben a díjról beszélgettünk, azért voltak ilyen közös beszélgetések, hogy hogyan kellene ezt a díjat még praktikussábbá, gördülékenyebbé tenni, akkor én ezt felvetettem, hogy talán ez egy nehézség, és hogy az nyilvánvaló, hogy egy fontos pontja ennek a dolognak, hogy van egy kiállítás, amit meg kell csinálni, az nem szabad, hogy elsikadjon, de lehet, hogy jobb lenne, hogyha nem feltétlenül a művész kellene, hogy minden áron valahogyan összehozzon egy ilyen kontaktot, vagy lehet, hogy maga a díj menedzselhetné azt, hogy később egy kiállítás összejöhessen, és ez azt mondja, hogy a végén tulajdonképpen ez így alakult, vagy nem? Nem. Nem? Nem. Az ugyanis, ez egy dilemma. Ez egy nagyon volt, hogy a közepén a kérdésnek a dilemma. Eszter meg aztán főleg ebben a szituációban van most. Ugyanis én ezt soha nem tudtam elmagyarázni normálisan, az az igazság. Hogy miért kell ez a tulajdonképpen befogadó nyilatkozat. És mindig azt mondtam, hogy ez egy formális dolog. Azért kell, hogyha én csak egy háromtagú szakemberekből álló külföldi zsűriben látom a dolognak a szelekcióját, akkor nem mehetünk föl 200-ra. Tehát akkor egyszerűen nem, akkor előzsűrizni kellene a díjakat. Ergo, a megváltozott szituációra is reflektálva, én ezt nagyon azt mondom, hogy fenn kell tartani ezt a befogadó nyilatkozatot, mert ez arról szól, hogy aki pályázik, annak van egy minimális mozgása már Magyarország határain túl, és felveszi a telefont, és azt mondja, hogy szeretnék-e. És ez egy formális dolog, nem ott kell megcsinálni feltétlenül. Jó, ez nem volt annyira egyértelmű. Igen, most azért mondom, hogy... Ez volt is. Igen, nyugodtan, persze, nem én akarom szinte ezt. Csak hogy annyi, hogy szerintem ez szuper, és nem is kell feltétlenül annyira az pályázó orrára kötni, elég, hogy csak egy haver, de mégis én mindig azt érzem a pályázatnál, hogy elég rövid tehát a pályázati határidő és a pályázati kiírása között nem telik el annyi idő, hogy az ember, még hogyha egy közeli ismerős vagy valamilyen kapcsolat révén ír valakinek, az mindig olyan kínos megírni, hogy Igen, mert szerintem az lenne a lényeg, ugye, hogy egy olyan intézmény ugrás legyen benne, hogy pont ne az a már működő kapcsolatok, hanem attól egy picit följebb, most nyilván nem arról van szó, hogy hirtelen momába kiállítás, de hogy valamit emelni a szinten, és ez is a célja tulajdonképpen a dolognak, hogy a magyarországi közönnek egy lehetőséget adjon, hogy a nemzetközi vérkeringésbe jobban be tudjon kapcsolódni. És ez, erre nagy szükségünk van, hát ez a díjnak az egyik vonzereje, nem annyira a pénz, az csak hozzátartozik ehhez a dologhoz. És persze egy csomó vonzereje van, mert az tényleg fontos megemlíteni, én is nagyon aláhúznám, hogy az nagyon jót tesz azért, hogy egy díjnak van egy ilyen független döntéshozatala. Van az Eszterházi díj, most ott nem pontosan, hogy van, de talán ott is
cserélődnek a zsűri tagok, vagy ott nem? Nem tudom, nem annyira ismerem, bocsánat. Nem. Én az állandó? Oké, jó, akkor bocs, akkor mindenképpen szerintem egy követendő példa. Ez szerintem nagyon jót tesz annak, különösen egy kis művészeti szcénának, hogy van egy külső rálátás, és ráadásul ott sem rutinszerűen történnek a dolgok. Nyilván ebben persze lehet valakinek pekje vagy szerencséje is, hogy egy adott évben hogy jönnek, de még mindig a legjobb formája annak, hogy lehet önnek minél függetlenebb döntés szülessen. És klasszak ezek a találkozások, amikor a zsűri tagok találkoznak az emberekkel, nem csak a művet látják, hanem a shortlist tagjait jobban is megismerik, és ez ad alkalmat tényleg egy valós, hogy mondjam, felelős döntésre így a során. Ez szerintem nagyon klassz. Igen, én ezt a kritikát teljes mértékben elfogadom, tehát hogy igen, hogy ott van, valaki megnyerte a díjat, szevasz, most ünneplünk, utána meg ott vagy hagyva, hogy akkor tessék megcsinálni, viszont van rá másfél év, most már az a szabály. Tehát nem kell rögvest ezt megszervezni, a kiállítást. Másrésztről viszont teljesen jogos, egy ilyen utógondozás az mindig jót tesz, csak hogy annyira az utolsó pillanatban tudjuk meg azt egyébként, hogy ki fogja nyerni a díjat, hogy ezt akkor tényleg a díj reputációját, vagy ezt a felépített 10 éves történetet arra kell fordítani, hogy eleve megmondani egy kiállító teret, vagy lefoglalni, vagy megpróbálkozni azzal. Ezt nem tettük meg a díj eddigi története során, mert mindig egy ilyen kampány munkába egyikből lépünk át utána a másikba. Közben még becsúszott ez az együttműködés az ACAX-szal, ami egy ilyen junior díj, ami meg egy New Yorki residency, tehát az is nagyon fontos, mert még valami van a díjban, ami fontos egyébként az, hogy nincs korhatár. És ez a nincs korhatár, ez nagyon ritkaság. Tehát ez a korhatár mentesség, ez azt jelenti, hogy 20-tól 70 vagy 90-et. Nem, csak hogy ez megint olyan, ami igen, feltörekvő művészek. 35-kor szokott általában lenni egy ilyen korhatár, ami a legtöbb díj vagy a legtöbb residency program lehetősége ott van meghúzva. És ez egyébként ez tényleg normális, mert hogy nyilván azt a generációt kell, a fiatalokat kell elsősorban segíteni, hogy az intézményi rendszerbe valahogy be tudjanak tagozódni. De az kétségtelen, hogy utána azért nagyon kevés lehetőség van. És Kelet-Európában, ahol az intézményrendszer amúgy sem annyira fejlett, egyáltalán nem biztos, hogy 35 éves korra sikerül mindent elérni, ami kellene ahhoz, hogy az ember már önjáró legyen. Tehát ilyen szempontból tényleg jó, hogy ez a díj azért jobban nyitott. Kettős függetlenül a shortlisteket megnézzük, akkor nem voltak olyan... Igen. Mégis van az a pályázó generáció. Tehát, hogy sokkal nehezebb rábeszélni bizonyos művészeket, akiket szerintem rá kellene tudni beszélni a pályázásra, mert hogy azt érzik, hogy esetleg presztízsveszteséggel vagy valamivel jár a dolog, holott nem. Tehát holott az egésznek van egy ilyen... Szerintem pont az is ennél az egészen, hogy szerintem maguk a pályázók sem feltétlenül. Tehát lehet, hogy fiatalabbak, de azért nem annyira. Nem, hogy ne. Hát ez mindig. De ez mindig egy ilyen háttérszervező munka, hogy... Noszogatni kell? Igen, noszogatni. Ez kifejezetten, ez egy, nem tudom, egy ilyen furcsa tapasztalat volt nekem, hogy azt mondom, hogy tessék pályázni, és akkor mondják, hogy jó, de hát most nem élek rá. Tehát oké, akkor mire jössz rá? Tehát, hogy komolyan? Igen. Milyen szépen nagy 70 éves győztes. Igen. Nem gondoljátok azt, hogy például vége van ennek az ifjúság kultiválásának a művészeti szcénában? Tehát azért olyan újrafelfedezések zajlanak, hogy 90 felett is el lehet indulni, vagy az mind ilyen galériás trükk? Kérdés. Úristen, most nagyon kiszakadtunk a témában. A korhatár kérdése. Én azt gondolom, hogy ez, amikor elindult, akkor volt egy ilyen trend, hogy 35 évesen egy művésznek meg kell nagyon csúnyán kifejezve magát csinálni a karrier szempontból, hogy ugrani kell egy kicsit, vagy toljuk ki 40-ig, tehát az a feltörekvő dolog, de most már ez nincsen. Nincsen, de tényleg nekik van a legnagyobb szükségük segítségre, hát ez most is újra így van. Hát azért nekem is nehéz a sorsom, de hogy nehogy már, hát azért nyilvánvalóan mindig a fiatal generációt kell segíteni.
ott az mindig sokkal drámai döntésekre van szükség, meg valakit nagyon be tud indítani, hogyha egy jó időpontban megfelelő támogatást kap egy rezidenci program díj, vagy lehetőség. Ez nekem is megvoltak ezek, tehát és fontosak voltak az én életemben. Ez a díj is egyébként jó, most már azért jó pár éve volt ez, most már 8 éve volt, de hát még ez is természetesen sokat segít. Eszterre át tudok most kötni hirtelen, mert ő volt a díj történetében, ez egészen tisztán kirajzolódik azon a falon, a legtöbbet nominált művész. Te hogy élted meg ezt a szerepet? Erről sose kérdeztelek meg, mert ezt mindig így mondogatjuk, hogy jaj, de jó, egy ilyen jelződ van, hogy te magad hogy álltál ehhez, hogy állandóan visszatérően pályáztál, jelöltek, a legkülönbözőbb zsűritagoknál voltál benne a shortlistben, és akkor most meg nem csak ott. Hát nagyon örültem neki mindig, de igazából sosem voltam meglepve, vagyis hogy mindig mégis egyetértettem a zsűrivel, amikor pályáztam 2013-ban. Mindig 2017-ben, és most. Szóval, hogy amúgy azt érzem, hogy a zsűri, aki teljesen független és nem tudja, szóval ők is csak hogy visszakapcsolatozunk a korra, hogy valahogy talán belefőbb, és ugye nem így volt, de hogy talán a legérettebb, vagy legidősebb, vagy mégis valahogy legestablished művészt választja ki valamiért. De ez szerintem csak véletlen, de hogy valahogy úgy nem volt benne semmi meglepő, hogy a német Annyi nyert, amikor én pályáztam, meg amikor a Csaba nyert. Szóval, hogy nem érintett, vagy nem tudom, az tök jó volt, hogy shortlistes voltam, mert amúgy ennek a pályázatnak az is még egy előnye, amit nem említettünk, hogy tök jól vannak kiválasztva a helyszínek, szóval csupa olyan helyszín van, ahol már magában az is jó, ha az ember kiállít szerintem. De úgy, ha kritikához mondhatok valamit, én a Csabával teljesen egyetértek, szóval én ugyanerre gondoltam, csak még egy kicsit tovább gondoltam az ötletemet, hogy lehetne szerintem az, hogy ez a shortlist, ami tényleg tök jó, hogy short, hogyha ezek az emberek mind kapnának valamennyi támogatást, kevésbé lenne kompetitív, mert szerintem ez is egy kicsit, vagy nem tudom titeket ez hogy érint, de én úgy általában véve nagyon-nagyon-nagyon hülyén érzem magam ezekben a szituációkban, mert ez tényleg nem egy úszóverseny, vagy egy futóverseny, vagy nem tudom, csomó mindent lehet, de szerintem ezeket azért nagyon fura így összehasonlítani. De hogyha mondjuk van egy kiválogatott 5-6-7 ember, aki mind kapna valamilyen támogatást, és mert ugye egy ilyen kiállítást összehozni is egy csomó idő, meg mindenféle energiaforrás, és talán a zsűrit lehetne úgy bevonni, hogy akár ők maguk kötnének össze ezt az 5-6 embert valahogy valahova, különböző helyekre. Szóval, hogy lehetne talán kevésbé. De nem tudom, ez csak nem, ez igaz, ez a magára hagyottságnak a kérdése, benne, igen. Hogyha ez a zsűri fölkarolná, vagy hogy eleve ők, akár lehet, hogy ez is lehetne egy szempont, hogy ők hova tudnák elképzelni, vagy összeköthetnének intézménnyel azt a pár embert, vagy ilyesmi. Volt olyan, hogy a fölkérdezett kurátorok közül valaki esetleg meghívott bárkit a kombinátor közül? Na, mert igen. Akkor ez is egy jó dolog, hogy kapcsolatok alakulnak, igen. Ha nem is díjazott valaki, azért akkor ez hozhat valamit. Igen, a zsűritagok általában, amikor itt vannak, akkor megfogadják azt, hogy ők továbbra is figyelnek a finalistákra, és hát ez vagy elhullik az időben, vagy megmarad valami. Ez megint egy kicsit ilyen véletlen, vagy hogy is mondjam, aktivitás, vagy kommunikáció kérdése, de vannak ilyenek a díj történetében, hogy végignézzük ezt a 20-30 embert, aki ebben részt vett, hogy utána megmaradt a kapcsolat. De én nagyon figyeltünk arra, hogy a zsűri tagok viszont ne ismerjék túlságosan a magyar képzőművészetet. Hát persze, és hogy ez hogy ne az legyen, hogy már megvannak a favoritjaik, tehát hogy általában a neveket sem tudják elolvasni. Csak van egy érdeklődés, meg van egy ilyen szimpátia, hogy szívesen jönnek ide, meg éppen ráérnek és eltöltenek itt. És ez pótolja egyébként azt a szerepet, amit egy ilyen visitor programnak kellene akár nagyon sok helyen még futnia ehhez, hogy csak
spontán, kompetíció nélkül valaki idejön és műtermet látogat. Ez is elindult azért, tehát most már azért vannak erre is jó példák az elmúlt időszakban. 10 évvel ezelőtt jóval kevesebb volt, vagy más volt, vagy azok egy kicsit elsikkadtak ebből a szempontból. Úgyhogy ezt a kritikát jogosnak tartom. Azzal együtt, hogy például mi van azzal, a másik, én pennítek meg egy kritikai szempontot, hogy akkor jogilag mindig meg kell fogalmazni egy kiírást. És a kiírásnak, ha figyeltétek, az a szövege, hogy a magyar szénában kell valakinek jelen lenni. Ergo nagyon sokan pályázhatnak úgy is, hogy most már külföldön élnek, és hogy ez is vissza-vissza, hogy hát ez most mit jelent helyzeti előnyt, és mégis maradtunk ennél a formánál, hogy és ez már nagyon érdekes, mit jelent az, hogy a magyar széna része valaki, és hogy lehet azt mondani a másik oldalon, az is borzasztó nehéz, ha valaki külföldi egyetemen végez, és vissza kell neki jönnie. Tehát az sem könnyű, most nem csak arról van szó, hogy lobogtatom a londoni diplomámat, és megnyílik a kapu, hanem ott is komoly energiák kellenek ahhoz, hogy ez működjön, meg residency programok, meg stb. Tehát ez az egész díj, és ez a másik, ami kritikailag is, és szerintem pozitívan is megfogalmazható, hogy a kommunikációról szól. Nagyon erősen a kommunikációról szól. Tehát pont arról a kommunikációról, hogy szólj oda, hogy fogadjanak, meg arról, hogy a zsűrit meg kell győzni, ez a másik kérdés, hogy a zsűrit meg kell győzni arról, hogy én vagyok a ti jelöltetek, ha úgy tetszik. És ez persze ez egy kérdés, de én is azt akarom, hogy ne szóljon a versenyről semmi, és közben mégis, látjátok, ti ültök így. Ergo így fűrészelem magunk alatt azt a fát, amit azt akarok, hogy ne szóljon már ez a győztesekről, de hát a győztesekről kell szólnia, vagy azokról is kell szólnia. Van egy kérdés, amit előkészítettem viszont mindenki számára. Eszternek megint nem jó a kérdés, de jó neki is. Ha most pályáznátok, akkor mivel pályáznátok? És hogyan? Akár tartalmi szempontból. Tehát mi az, ami most foglalkoztat benneteket művészeti értelemben, amit el tudnátok helyezni egy ilyen nemzetközi horizonton, és azt mondod, hogy csak ötlet szintjén? Nem tudom, én szerintem azzal pályáznék, amit aktuálisan csinálok, nem hiszem, hogy bármi... Akkor a kérdés az, hogy mit csinálsz aktuálisan? Én egyébként azért eléggé más dolgot csinálok, talán mondhatom, festészet technikailag, illetve tartalmilag is, hogy a utóbbi időben inkább a digitális képkultúra és annak egy ilyen festőgép által, készített festőgép által mechanikusan létrehozott leírataival foglalkozom, míg a 2011-es pályázati anyagban ilyen utcán eldobott különféle tárgyak, hulladékok tájportréival pályáztam, tehát nyilván engem az is érdekel, hogy hogyan lehet mondjuk a festészettel, ami azért egy elég analóg és régi műfaj, mégis valahogy a mai korszellemet, vagy azt, ami a levegőben van, megragadni, és akkor ehhez keresek különféle lehetőségeket, vagy fejlesztek ki olyan festészeti eljárásokat, amik hitelesen tudják ezeket ábrázolni. Úgyhogy ország ezzel pályáznék, vagy nem pályáznék, mert nem annyira vagyok az a pályázós típus egy ideje talán, vagy nem is érzem annyira azt, hogy ezt nekem kellene. Végülis erről már beszéltünk, hogy lehet, hogy van egy olyan periódus az ember életéből, egy olyan kor, amikor tényleg azt mondja, hogy mondjam, ha egy fiatalabb generációnak nagyon szüksége van rá, vagy ő már nem akar ilyen helyzetbe kerülni, vagy versengeni, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy nem tudom, hogy hogy alakulna ez most, szintén szólva. Hú. Nem tudom. Bocsánat. Most az én munkám közben itt elment a hangom, nem akarsz inkább felhasználni, és megjelent. Segítsünk meg. Te mivel pályázzál ezzel? Hát én vagyok, az jó. Én amúgy most éppen
készülök egy pályázatra, képzeljétek el, az Eszterházira, mert hogy én ugyanazt adtam be ide is, meg oda is, mert eléggé közel volt egymáshoz a... Uh-huh. Szóval én nem készültem erre olyan nagyon rám, mint ahogy a Csaba a második alkalommal, szóval most azt gondolom több okból kifőleg, hogy egy új verziót csinálok, vagy szóval valahogy ezt, ami itt van, tovább viszem. De most nagyon elkezdett érdekelni, nekem ez az első olyan, tehát hogy nekem ez a díj, vagy ez a munka itt, ez egybeesik egy tök új dologgal. Most raktam először így ki a munkámat, hogy ilyen installációszerűen, vagy szoborszerűen, és az, hogy 3D-ben dolgozok, és a festményeimet meganimálom 2D-ben, és aztán azt még rá teszem egy ilyen 3D-ben meganimált figurára, ez is újdonság számomra, úgyhogy én most ebben úszok, és úgy viszem tovább, vagy szóval, hogy itt eredetileg is az volt a tervem, hogy beépítek egy szinkronizált, szóval, hogy összeszinkronizálom a különböző párhuzamosan futó videókat, és így tényleg egyszerre fognak bizonyos események történni a különböző képernyőken. Úgyhogy engem most ez érdekel, és ezt viszem tovább. De akkor megváltoztatod az installációnak a formáját is egy hónap múlva, ugye? Hát már nincs egy hónap sem, de igen, mindent. Szóval, hogy a Ludwig Múzeumnak a képernyőivel fogok dolgozni, és más lesz a forma, meg igazából minden más lesz. Majdnem minden más lesz. Igazából egy kicsit pikáns, nem? Hogy most kaptam egy díjat, és most jelentkez az Eszterházra. Nem, ez már korábban volt, csak hogy így jött ki. Amúgy ez a jelentkezős díj, meg a korhoz még annyit fűznék hozzá, hogy például ez ilyen logikusnak tűnik, ez a kor, meg van egy időszak, amíg az ember pályázik, aztán már nem, meg hogy fiatalok, de hogy csak azért mondom, mert nekem például van két gyerekem, szóval, hogy így a gyerek azért így bekavar ebbe az életkontra, szóval, hogy azért attól ki tud hullani egy pár év, és akkor amiatt én például én is baromira örülök, hogy így nincs korhatár, vagy hogy az Eszterháznál is nem tudom mennyi, de hogy azért még bele lehet férni. Igen, szóval, hogy én azt nem annyira tartom fernek, ezt a 35 éves kort, mert valóban ezt sugallja, hogy addigra az ember tegyen le egy olyan karriert, szóval, hogy közben vannak más paraméterek is az életben, aminek azért nehéz mind megtalálni 35 éves korra, hogy minden klappoljon. Szóval szerintem tök jó, hogy vannak ilyenek. Most Csaba, visszajött a hangom. Igen, visszajött a hangom. Szóval, hogy én azért vagyok most így zavarva, mert amivel én most perpenet foglalkozok, az arra egy kis idő kell még, hogy az valahogy van ki legyen fejtve. Most Pécsen van egy nagyon álló kiállításom, ahol ennek a új anyagnak egy része látható, de azért ez most jelenleg inkább úgy áll meg, hogy kötődik régebbi dolgokhoz, de attól meg mégis nagyon különbözik. Szóval Franz se tudja, hogy most én pályáznék egyáltalán, és hogyha pályáznék, nyilván vannak ilyen ötleteim, amik lehet, hogy érdekesek lennének. Sokan megszokták azt, hogy ilyen közéleti kérdésekre reflektáló munkák, ilyesmi, de pont az utóbbi időben ezekben egy kicsit kifáradtam, úgyhogy azért mondom, hogy azért jöttem hirtelen zavarba, hogy nincs egy ilyen reflexzerű válaszom erre, hogy most én erre a dologra pályázni kell, vagy nem, mert éppen átalakulóban van minden, amivel foglalkozok. És a korábbi nagyon aktív, nagyon kommunikatív pozícióból most inkább egy picit van zárkózottabb dolog, és az nem tudom, hogy például hogy működne egy ilyen pályázatban. És most nem is arra gondolok, hogy most ennyi évesen pályáznék, vagy nem. Most elképzelem azt, hogy visszamegyek 8 évet, de a mai fejemmel pályázok, így próbálok erre válaszolni. Szóval, hogy most nem. Ez most kicsit titokzatosan hangzik, de egyébként meg nem. Szóval, hogy most nem tudnék egy ilyen frappáns ötlettel, vagy nem biztos, hogy beleélem, de tudnám magam ilyen, hogy tényleg azt akarom csinálni. Hogyan látjátok ehhez kapcsolódik a következő kérdés? Mennyire változott meg az, amit ilyen művészeti mezőnek, vagy játéktérnek, vagy szcénának hívunk az elmúlt években Magyarországon? Tehát, hogy mik a lehetőségek?
ebből a szempontból. A díj nyilván biztos azt gondoljuk még, hogy fontos, meg főleg aki csinálja, az azt gondolja, hogy hű, de fontos, de nem, hogy mi a helye, és hogy én tényleg erre vagyok leginkább kíváncsi, hogy mi a véleményetek arról, hogy mennyire változott az elmúlt években a magyarországi művészeti helyzet, meg is érvés, és így tovább. Szüksége van-e a képzőművésznek arra, hogy ő kommunikálja a munkáit például, mert a díjban ez is benne van, ez is egy ilyen játék, és ti mindannyian ezt a szerepet természetesen veszitek és elsajátítátok. De ez nem biztos, hogy természetes mindenkinek. Hát nem természetes mindenkinek feltétlenül, és nem is baj, hogyha valaki nem ilyen alkatú, én szerintem. De az biztos, hogy annak egy kicsit mindig nehezebb dolga is van, és jobban kiszolgáltatott mondjuk az intézményi struktúrának, meg annak, hogy mondjuk valaki észrevegye őt, és elkezdjen vele foglalkozni. Tehát, hogy szerintem nem változott olyan nagy a helyzet, ez ma is jelen van, sőt, hát talán még intenzívebben, tehát a különböző csatornákon, Instagram, Facebook, nem tudom, nem is tudom, és újabbak. Tehát, hogy ez a fajta kommunikáció, ez igenis jelen van. Az intézményi struktúra az nem nagyon változott, az most egy kicsit befagyott. És inkább egy alternatív intézményi struktúra kiépülésének vannak azért jelei, hál' Istennek, és vannak olyanok, amik bizonyos dolgokat egy kicsit átvesznek, szerepeket, és tovább visznek. Hát ez most egy eléggé ilyen fura helyzet, tehát, hogy és nem is mindig annyira biztató. A biztató az, hogy azért megjelennek új kezdeményezések, és nem csak ez a díj, itt ülünk ezen a helyen, amit helyes, és hát vannak más kezdeményezések is, amik azért ilyen szempontból mégiscsak biztatóak. De szerintem egy ilyen nagyon ambivalens helyzetben vagyunk, hogy egyszerre vannak nagyon nagy lehetőségek, és talán a nemzetköziségre soha ekkora lehetőség nem volt, mert nagyon könnyen lehet mozogni, minusz Covid, nyilván, de hogy amúgy meg egyébként nem annyira rózsás ez a, hogy az egész célát nézzük az intézmény struktúra. És hát ebben a helyzetben nagyszerű ez a díj, meg amúgy is, de és inkább legyen még több, hajrá. Szóval szuper lenne, hogyha mondjuk a hazai nagyvállalatok közül valakinek eszébe jutna egy hasonló dolog. Akár egy olyan konstrukcióban, ami tényleg ennyire független tud lenni. Voltak azért próbálkozások, ne legyünk teljesen, hogy is mondjam, szóval ne felejtsük el, hogy azért annak idén volt Abimati, ami nem olyan hosszú életű volt, de egy itthoni kezdeményezés volt. Volt a Magyar Aszfalt díj, ami egyébként szintén festő díj volt, és az is valahogyan aztán mégiscsak úgy végig lett egy idő után, tehát hogy voltak azért már kezdeményezések. Azért a Strabatnak, Henkelnek is voltak. Igen, de az egy nemzetközi, és inkább annak csak egy ilyen leágazása volt, és az ugyanúgy volt szerintem a kelet-európai országban máshol is. Egyébként ez is egy lehetőség lehet a díj előtt, hogy azt mondani a Leopold Bloom díjról, hogy ha a nemzetköziség immár természetes, és nem kell állandóan erről beszélni, akkor nem kellene a díjat sem magyar képzőművészekhez kötni. Ez egy lehetőség. Nyilván sok még gyakorlati... Még több pénz. Igen, persze, sok gyakorlati nehézsége van, de közben meg ez egy érdekes játék azt mondani, hogy akkor legyen ez egy ilyen közép-európai díj, mint ahogy a többiek is azok, hiszen a brand az erős. Még valamit eszembe jutottam, hogy nagyon érdekes folyamat volt az Eszter kritikai megjegyzésére, hogy pont abban az időszakban, amikor mi nyomtuk ezt a kompetitív versenyző szellemnek a díjra vetítését, és hát természetes, hogy ez erről szól, akkor azért megjelentek most már nagyon hangos ellenhangok, akik összeáll az összes finalista, és azt mondja, hogy nem vagyunk hajlandóak versenyezni egymással, hogy ez történt Szlovákiában, nem is olyan nagyon rég, amikor azt mondták, hogy ők egy közös művet hoznak létre, és nem hajlandóak semmiféle versenyre, és őrült nagy dilemmá elé állították a zsűrit, hogy mit csináljanak ezzel.
Tehát, hogy ott volt egy ilyen meghekkelése magának a díjnak, tehát egy ilyen játék. Tehát sok minden más is volt az oka, vagy utána Berlinben közvetlenül ugyanabban az évben történt, ez pont a Covid előtti időszak volt, amikor azt mondták, hogy itt már annyi szponzor van, hogy nem vagyunk hajlandóak ezen az egészen részt venni. Szóval nem mi vagyunk a fontosak, hanem a szponzorok látják a művészet tükrében önmagukat, és minkelik szépre, ergo köszönöm szépen, nem veszek részt ilyen bizniszben. Szóval minket még ez a veszély, mert nagyon nem fenyeget, a sok szponzorra gondolok, de hogy... A másik igen. A másik igen? Ez lehet, hogy fog fenyegetni, nem? De én például gondoltam erre, csak annyira gyors volt, de akartam is a Gábornak, meg a Olgának, mert őket jobban ismerem írni előtte, hogy nem tudom. Tehát, hogy csak annyira nem tudtam, hogy hogy fogjak neki, meg mi, meg hogy csináljuk már valamit, vagy legyen. Mert olyan tényleg nagyon nehéz szerintem mindenkinek a helyzete, és tényleg az van, hogy például pont most azért elég tudom, hogy a Covid miatt, meg igazából mindegy, hogy miért, de hogy sokszor van szerintem egy művésznek az a helyzet, hogy van munkája, van élete, közben csinál egy kiállítást, és akkor az alatt nem tudja csinálni a munkáját, az életét. Tehát nagyon sok áldozatot hozunk, és aztán ez vagy megtérül anyagilag, vagy más szinten, vagy nem, de hogy tök jó lenne, hogyha valami kompenzáció egy ilyen komolyabb kiállítás összehozásánál lenne. Tehát ja. Tényleg szerintem, mert euró az tök sok pénz, de azért mit tudom én, egy ekkora díjnak a költségvetésében, nem tudom, csak képzelem, hogy azért manapság lehet, hogy beleférne az, hogy nem tudom, hogy mindenki kapjon 2000, vagy mit tudom én, mik a számok, de hogy valami meg tényleg maga ez a versenyzés, ez valahogy, még amikor olyan távoli az esemény, akkor nem tűnik olyan furcsának, de valahogy... De van egy jó sztori, bocsánat, csak mutattam a rotterdami díjra, amit kaptam, és annak a körülményei, hogy ebben a irodaházban, hogy mint utólag kiderült számomra, mert hollandul ment ez a díjátadó. Ők ezt úgy csinálták, hogy volt ez a 200 művész, 200 prezentáció, és volt ez a legjobb prezentáció díja. És volt azt hiszem talán 10 zsűritag, mindenki jelölt egy művészt, aminek legjobban tetszett, és azt berakták egy kalapba, lefelezték, és a végén kihúztak egyet. És azért a díjat, aki kihúztak. Tehát volt egy ilyen előre, de ők nem mondták azt, hogy mi most akkor összeülünk és megmondjuk, hogy ki a legjobb ebből a 10-ből, hanem ilyen szinten a véletlenül visznek. Szerintem ez egy nagyon, vagy egy nagyon érdekes, izgalmas... De ez sokkal jobb volt mindenkinek, tehát hogy jó szerencséje volt, igen, és igen. Akkor őt húzták, és nem volt semmilyen ellenérzés. Kaptam egy díjat, úgy nyertem. Igen. Tombolát. Tombolát. Úgy mondom, az a 10 ember, ez a kiválasztottak, megjelölt mindenki valakit, de mégis volt benne egy ilyen faktor. Ez is egy jó módszer ennek a kiküszöbölésére, vagy nem tudom. De hát nyilván valami szerintem komolytalan és komolytalanabb, mint amit megszoktunk, de ugye lazább hangulatosabb. Mindegy, csak mondottam, beszúrom mindenre. És ha nagy keretet akarnék elhelyezni így, akkor nekem az lenne, hogy egyébként ezt kérdésként is így előbányáztam magamból, hogy ez a művészet, mint kritikai művészet, és a művészet, mint a kapitalista ügymenetnek a tökéletesen beilleszthető terméke, és az e közötti feszültségről beszélünk. Egyik azt mondja, hogy tessék versenyezni, és hogyha nem akarsz versenyezni, akkor köszönjük szépen. A másik meg azt mondja, hogy hekkeljük már meg ezt az egész versenyszellemet. És akkor a kettő között vagyunk most, nem? Az általam ismeretlen, de nyilván a művész perspektíva is ezt mondatja, hogy kellemetlen ott állni. Egyébként én ezt a 17-es bálna, a 19-es bálna után, Ludwig Múzeum után így magamra vettem, és már visszakaptuk ezt, hogy ne állítsuk ki a... Hát igen. Igen, tehát ne legyen belőle ez, hogy... Pozári majom. Igen, de ez meg megint kettős, mert hogy most is kint ülsz. Tehát, hogy... De ez más szerintem. Jó, csak hogy... Ez egy beszélgetés. Igen, és de ezt teljesen megértettem, ezt mondták, meg hogy ez kell. Meg ebből látszik, hogy aki nem nyert, az szakott, mit csinál. Igen. Hogy azért mondom, hogy tökéletesen megértettem. Aki nyer, meg nem mer annyira örülni, mert hú, most... Hogy néz ez ki, hogy itt most...
többiek nem kaptak. Viszont ez az alapítóknak a kifejezett, tehát hogy többször ezt közvetítettük, nem csak ilyen mások is így feléjük ezeket a kéréseket, és ők viszont ebből a szempontból meg kapitalisták, tehát hogy ők azt mondják, hogy egy nyer. Az jó, csak akkor adják a többiek is valami kis alapítót. Tehát, hogy, mert azt lehet csinálni, ezzel szokták oldani az ilyen diátadókban ezt a problémát, hogy akkor lesz egy közönségdíj, meg egy ilyen külön díj, meg olyan külön díj, nem, és akkor végül nagyjából mindenki kap valamit. De te másról beszélsz az én másról, tiszta, nem, beszélek, az, hogy létrehozni a dolgot nagyobb dígével kell. Például külföldön, hogyha egy komolyabb intézménybe kiállt az ember, akkor szerintem nem igazán fordul elő már, hogy semennyi pénzt nem kap. Tehát valamennyi minimum pár száz eurót, kompenzációt, vagy csak egyszerűen honoráriumot kap. Hogyha nem, akkor ez nem is számít. Tehát, hogy ez jó, de ez egy általános kérdés, ez most nem is a díjra vonatkozik, hanem a művész honorárium kérdése ez. Hát egy publicitást kapnak azok, akik nem nyernek, tehát hogy azért azt nem mondjuk azt, hogy sem. Igen, de szerintem egy bizonyos szinten túl, lehet, hogy túl lehet azon lépni, hogy leülni neki, hogy... Nyilván jó lenne, de szerintem messzerűnk és honoráriumot kapjanak a művészek kiállításokat. De olyan pontból szerintem nem vagyunk olyan messze. Vannak olyan építészeti pályázatok, ahol maga a pályázó is egyébként kap valamit, illetve igen, most meghívtak pont egy olyan külföldi pályázatra, ahol nincs olyan, ez egy megkívásos pályázat mondjuk, de ott lehet tudni, hogy egy nyertes lesz, de mindenki fog kapni. Tehát van azért ilyen... Az a meghívásos. Az azért az fontos különbség. De szóval lehet ezen gondolkozni, ezt csak ennyit akartam érezni ezzel. De egyébként visszatérve, amit az előbb mondtál, hogy azért ez nagyon nehezen kibogozható, hogy igen, most akkor a művész milyen szerepet vállal egy ilyen jellegű dologban, és szerintem Kelet-Európában még kuszább ez a történet, mert valahogy tényleg mindenki forrás hiányos, és Hogyha meghekkeled a dolgot, azért az is tulajdonképpen szerintem valahogy etikai kérdéseket vet föl, mert hogyha igazán radikális vagy, akkor ne pályázz meg, mert vagy akkor nem is biztos, hogy ki akarsz állítani, mondjuk nem tudom, a Rudi Múzeumban vagy egy nyugati intézményben, mert lehet, hogy olyan szinten kérdőjelezed meg a szisztémát, ami akkor meg, szóval akkor szerintem tisztességesebb azt mondani, hogy akkor jó, ellene vagyok, de akkor nem is veszek részt benne. Ezek mindig komoly dilemmák, de ezzel nem azt akarom mondani, hogyha valaki mondjuk kvázi lázad egy ilyen helyzetben, az nem egy érdekes felvetés most itt a külföldi példákra utalva. Meg ugye legutóbb talán a Turner Price-nál is volt egy ilyen, hogy azt hiszem ott is talán elosztották a pénzt mindenkinek egyenlő részre. Szóval, hogy igen, vannak ilyen érdekes felvetések, tehát ez nem... Uh-huh. Ez valid, teljesen, csak mondom, hogy ha igazán végig gondoljuk, akkor ez nem tudom, hogy hogyan áll meg. Meg rögtön bekapcsol azt, hogy akkor igen, ez jogilag ez mit jelent, vagy tehát a megfogalmazás szintjén ez így. De én most visszakérdezek, hogy akkor te megkérdezted ezt a dolgot a Johntól, és a mérítő, és azt mondták, hogy nem. Persze, hogy nem. Aha. 2017 óta ezt kérdezem tőle. Jó. Vissza, nem mindig, de visszakérdezem. Mármint ezt a szétosztott vetét. Igen. Azt hittem, hogy ki kell adálni azt arról beszélni. Nem, azt eldöntöttük magunk, hogy nem kell kiállni. Azt sikerült eldönteni, hogy nem kell kiállni, de azt, hogy legyen valami ilyen honor, vagy ilyesmi, az terítéken volt van, és lesz nyilvánvalóan. Ez az ő kompetenciájuk, ez a része a dolognak. Azt mondani, igen, vagy azt mondani, hogy egy olyan professzionális kiállításhoz bizony nem elég az, hogy mi mindenben segítjük a művészeti installálásban, és itt tovább megpróbálunk mindent megadni, hanem ezen túl még kell hozzávonni. Hát ez a híres, ez általános kérdés a honoráriumoknak a dilemmája. Még megint visszatérve az előző, de egy fél mondat erejéig már mondtad azt, hogy én egy ilyen fura helyzetbe kerültem a Rudig Múzeumban, amikor a díjat átvettem, és az tényleg, egyrészt nem lehetett tudni, hogy rögtön feltétlenül, amikor pályáztunk, hogy biztos, hogy a Ludwig Múzeumban lesz majd az átadója. Ugye akkor történtek ezek a tiltakozások a különböző kulturális átalakítások miatt, és a Ludwig lépcső nevezetű demonstráció az pont előtte zajlott ott a Ludwig Múzeumban.
és hát már eleve fura a helyzet elég kerültem akkor, amikor a nominált munkák kikerültek a Ludwig Múzeum falára. A szándékom szerint akkor még nem feltétlenül vettem volna részt mondjuk egy Ludwig Múzeumos kiállításon. És hát így, hogy még meg is nyertem a díjat, így aztán végképp egy ilyen fura helyzet lett, hogy egy ilyen reprezentatív helyzetbe kerültem, miközben hát tényleg néhány héttel ezelőtt meg ott ültünk a lépcsőn, és tiltakoztunk. Meg még az a mappa is ott volt a fejedre. Hát az picit korábban volt, de az is volt. De az nem a Ludwig Múzeum, tehát az egy picit más volt, mert az az MMA ellen történt az a tiltakozás, amikor ez az eset történt, és az inkább kötődött a műcsaknakhoz, mint intézményhez, nem annyira a Ludwighoz. De nem ezek a szituációk teszik igazából izgalmas? Hát ezek nagyon emberi szituációk, mindig ellenmondásokba kivették az ember, és ezek izgalmasak egyébként, ha maguk mondják, hogy hol hozod meg a határt, és mi visszámít egy adott esetben fontosabbnak, vagy... De nincsenek százszázalékosan tiszta helyzetek, azt akarom ezzel mondani. Ez egy külsős esemény volt, hogy is igen. Tehát, hogy... Meg tudtam magamnak magyarázni, tehát hogy jó, de volt benne azért egy pikantéria, na, szóval ez kétségtelen. Uh-huh. Hogy nem, mint ahogy az is a díj szempontjából is egy érdekes játék, hogy mikor hova, azon kívül, hogy kell egy jó kiállító tér, mikor hova kerül, maga egy ilyen befogadott kiállításként, vagy legyen egy állandó helye, tehát ezek így az elmúlt időszakban szépen változtak, és általában pragmatikus szempontok miatt változtak a terek. Tehát ténylegesen nem volt túl sok, de ezek soha nem tiszta döntések ugyanígy, hogy most mi az, ami megfelel egy díj szempontjából. Kiállító térként. Úgyhogy köszönjük szépen Kó Contemporary-nak a helyet, mert ez egy nagyon kellemes és jó hely volt. És egyébként egy pirinyó kis váltás volt benne, mert hogy ez azért nem úgy Ludwig Múzeum, nem úgy Kisceli Múzeum, egy magánmúzeum. Tehát egy kicsit, hogy mondjam, az intézményes struktúrának a határait jobban bejárjuk ezzel. És hát a Bálna is már. A Bálna is. Nem, a Bálna azért az hivatalosan Budapest Galéria volt. Tehát az... Ja, hogy az ahhoz kötődött akkor. Okay. Persze. Ja. Tehát a Bálna az a Budapest Galéria. Igen. Új Budapest igen, Galéria kiállító tere volt, tehát az állami intézmény, vagy a önkormányzati intézmény rendszer része. Itt meg nem vagyunk ebben feltétlenül már benne, de ez itt a jelenlevő. És ki is nyitnám a beszélgetést ezzel a résszel, azt gondolom, hogyha bármit, főleg a három nyertes, egykori emberek, győztesekre, tehát hogy a három jelenlevő beszélgető partnerünktől bármit szeretnének kérdezni, ezzel szeretnétek ezzel kapcsolatban, vagy a díjjal kapcsolatban még kérdezni, akkor szerintem nyissuk ki ezt a kört, és úgy folytassuk tovább. Nincs időérzékem, de beszélünk egy ideje is. Ez talán ildomos. A sok maszk mögül kérdő tekinteteket kutatni. Én is kérdezhetek? Persze. Meg volt beszélve. Nem volt, csak tényleg egy kérdés, ami eszembe jutott, hogy itt tudsz arra, hogy bármilyen magyar kulturális szerv, vagy bármilyen módon bárki hivatalosan úgymond értékelte volna ezt a teljesítményt és ezt az egészet, amit a John Wardék 10 éve csinálnak Magyarországon, mert szerintem annyira extrém, megnevezhető, vagy annyira különlegesnek, hogy nem tudom, valamilyen kitüntetés akár, vagy bármilyen válveregetés, vagy nem tudom, szóval bármi olyan visszajelzésről a kultúrás vezetésre. Ezt? Nem tudom, bármi. Tehát, hogy ez így egyáltalán látszik mondjuk szerinted a kultúrás vezetésnek a horizontján az a dolog? Vagy? Jó kérdés. Szerintem látszik. Mindenképpen azt gondolom, hogy látszik. És
azt is gondolom, hogy nem, kaptak ilyesmit. A magyarországi vonalon nem. Viszont Írországban ide. Tehát ez a, válasz, hát, hogy ez egy ilyen, hogy Írország az egyre jobban értékeli az ő ilyen kultúra vagy támogató tevékenységüket. Most az írnagykövet is értékeli azt, hogy Magyarországon létrehoztak egy ilyet, és... Mondjuk a magyarországi írnagykövetség terjeszti fel Johnékat, igen. Tehát, hogy így, igen. Ez egy... Ezt csak úgy kimondom a valós dolgot, hogy azért... Abszolút, igen. Abszolút. Elég érdekes. De ugyanolyan dilemmában lennének, nem? Hogyha, vagy hát valószínűleg nem, mint ahogy te voltál a 13-ban. Ezzel. Lehet. Mert a nemzetköziség mellett még oda van firkantva mindig Leopold Bloom figurája mellé a következő jelző, amit meg nem csak a mindennapok hőse, hanem hogy független. És ez a fajta függetlenség az így deklaráltan az egyik alapértéke ennek a díjnak is. Ez nem zárná ki egymást, tehát a Robi kérdése az teljesen érvényes kérdés, azt hiszem, hogy ez a adni-kapni játékban, az élet nagy körforgásában, hogy is állunk ezzel, hogyha ha valaki ezt a tevékenységet nézi, hogy valóban, mert ők még ez nem is a Maurice Ward díja, tehát nem is egy vállalat, ők a vállalat tulajdonosaiként elkülönítve egy alapítványba teszik bele azt az anyagi forrást, amikor ezeket a szerény kiállításokat meg tudjuk valósítani. Úgyhogy ennyi. Valakinek esetleg a menet közben megfogalmazódott kérdése az itt ülő művészekhez, és vagy bármihez, ami a kiállításhoz kapcsolódik? Parancsol? Vagy emögött van valamilyen marketing munka is, hogy esetleg a nagyobb nézőközönség elővigyék ki ezeket a műveket. Most lehet, hogy csak ma sötétben tapogatózom ezzel a kérdéssel, de így felmerült bennem, hogy így esetleg tehát nagyon specifikusan kell rákeresnem mondjuk egy ilyen átadóra, hogy esetleg mondjuk én is részt vehessek benne, mint akár egyébként egy ilyen néző, vagy egy ilyen úgy résztvevő, vagy aki csak passzívan van rajta, vagy itt a művészek adnak egymásnak igazából díjakat, vagy valamelyért van vonva így a commerce világ is, a plebs, mi akik mindig passzív szereplőként és nézőként veszünk részt a dologban. Ugye ennek van-e valamilyen ilyen marketing értéke is, hogy ott a művész világon belül ad egy bizonyos löketet, és így tud fejlődni az ember. Ezeken a tanulmányokon. Hogy érzitek ezt? Én úgy látom, hogy persze nyilván nagyon nehéz ezt teljesen kiszélesíteni, de hogy azért elég sok fórumon meg van osztva és hirdetve ez a dolog, és hát valamilyen szinten tényleg van egy híre is már az egésznek. Mondjuk marketing szempontból meg videók vannak megosztva, ugye ilyen kis rövid videók a nomináltakkal, tehát hogy azért eléggé úgy van földolgozva a dolog, hogy szerintem befogadható, és ahogy a Krisztián fogalmazott, hogy mégiscsak a kommunikációról szól, tehát valahol mindenki azon dolgozik, hogy lehetőleg azért egy ilyen szélesebb nagy közönség elé is, amennyire lehet ez elkerüljön. Hát nyilván van ennek egy határa, amit sikerül elérni. De nem egy bezárkózott, szóval én nem érzem úgy, hogy ez egy kifejezetten egy ilyen elit ista dolog lenne. Sokkal inkább érzem úgy, hogy tényleg egy klassz magánkezdeményezés, van benne egy ilyen alulról szerveződő dolog is, hogy nyílt a pályázat, bárki pályázhat rá, bizonyos feltételeknek ugyan meg kell felelni, de tényleg bárki, tehát nem az van, hogy meg van hívva, mondjuk nem tudom, 20 ember, és akkor azok között nézzük meg, hogy ki az, aki a legjobb. Tehát, hogy azért ez eléggé nyitott. Szóval nekem ebből ez jól le. Hát kivéltál a diát abból, mert az ilyen praktikus okokból. Ez meg 200 ember, tehát tehát nem egy ilyen stadionnyi tömeget hívunk meg, de azért elég széles a kör, akit
általában meg szoktunk írni, tehát van egy lista, és az bővül, tágul, alakul, a helybefogadó képességét is figyelembe kell venni. A másik a dolog, ami talán ebből a szempontból érdekesebb, hogy most először fordult az elő, hogy én azt gondoltam egy megjelent sajtócikk után, hogy inkább nem kellett volna, ha megjelent. Volt olyan? Volt olyan, igen. Ilyen teljesen értelmetlen. Hát nem. Ja, nem tudok róla. Tehát, hogy mi megcélozunk, nyilvánvalóan van egy sajtós vagy kommunikációs munkatársunk, ezt különböző formákban próbálkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Először akár cégen keresztül, vagy ügynökségen keresztül. Tehát, hogy annak, hogy egy hírverést venni. Voltak sajtótájékoztatók, ahol a Johnnyék idejönnek, szépen a bálnába leülnek, és csináltak egy nagy sajtótájékoztatót, még a meghirdetéskor, én sokkal inkább kellett, hogy higgyek abban praktikus okoknál, hogy nekem kell telefonálnom a művészeknek, hogy pályázzanak, tehát ugye ez egy hatékonyabb forma volt. Az utólagos dolog meg az, hogy most már annyira heterogén a művészeti sajtónak vagy a mainstream kulturális sajtó, az olyan cikkek jelentek meg, hogy legszívesebben helyreigazítást kérne az ember, hogyha ez pont ezek mind az volt a címe, hogy megfáradt nők, és nem tudom még, nem emlékszem rá, hogy a tudalma jobban tudja nálam, de hogy egy ilyen kifejezés. Akár kitéletés súlyosabb akar. Igen. Tehát, hogy mondjam, így, de nem az egésznek is az, hogy tehát az a cím, hogy megfáradt nők, és nem tudom, és a te műved az ennyi lett, hogy megfáradt nők. Nem, azt olvastam egyszer, de aztán nem gyorsan is felejtettem. Pedig beszéltem ez egy válasz a kérdésre. Mert egyébként én azért hadd igazítsak ki, mert szerintem az tök jó, tehát a ti sajtósotok, vagy nem tudom, szóval, hogy én meglepődtem, hogy mennyire sok helyről kerestek, ami egyáltalán nem művészeti világ, mit tudom én, ilyen rádió, olyan rádió, nem is, meg mindenféle fórum, tehát hogy szerintem az tök jó, hogy nem ez a nagyon elitista zárt akármi. Az Index volt az egyetlen, de hát gondolom ott most egy ilyen, nem tudom, kik vannak egyáltalán, egy ilyen maradék valami. És ott egy ilyen nagyon, mindegy, szóval nem volt profi eleve a nő, csak felhívott, és akkor azt akart, hogy azonnal jöjjek ide, és mutassam meg neki, és akkor nem értem rá, nem tudom. Szóval hogy ilyen nagyon sok bénázás volt. Tehát látszott, hogy egyáltalán nem profi az illető, de az összes többiük teljesen. Szerintem amúgy, és ha itt egy kritikát, vagy nem biztos, hogy ez, nem tudom, lehet, hogy koncepció, nem tudom. Én régebben kíváncsi lettem volna, hogy tényleg mi történt a művészekkel, amiről itt most beszélgetünk, hogy mi történt a művészekkel, vagy mi az utóélete a díjnak, és hogy hova ment tovább, és az arról valahogy, hogy nem annyira lehetett. Nyilván mindenki a saját fórumain megosztotta, meg informál, de hogy a Leopold Bloom, mint kis közösség, aztán utána magára hagyja, vagy szóval nem derül ki, hogy végül sokkal ki mire váltotta ezt be, és lehet, hogy az még sok embert érdekelhetne. Abszolút, igen, ez így van, meg ez mindig ez a ciklikusság, ez az újabb kampányba belelépni, és akkor igen. Ez a magárahagyottságnak a dolga, és ezt egyébként úgy kellene a díjnak magára vállalnia, hogy azt mondania, hogy akkor tényleg amiről volt is szó, de praktikus lépések kevésbé történtek, hogy akkor a zsűri tagokkal egy folyamatos mentori programot kidolgozni erre, és inkább ebben látnám én a jövőnek a nagy előrelépését, hogy azt mondani, hogy a zsűri tagokat továbbra is be... És egyébként gyakorlatilag ez megvalósult, tehát hogy azért ne felejtsük el, és ez szerintem nagyon fontos adalék a dologhoz, hogy egy-egy zsűri tag, aki utána ki van rakva a neve, az a továbbiakban értéktényezőként tovább passzolja. Tehát ez tényleg konkrétan az volt, hogy hát is lehet mondani, hogy a Paul O'Neill, amikor meghívtuk a zsűribe, akkor először is megkérdezte az Annie Fletchert. És amikor az Annie Fletcher azt mondta neki, hogy ez baromi fontos, mert azt mondta, hogy ő nem jönne Magyarországra. Tehát egy ilyen kiélezett szituáció. Azt mondta, hogy nem tudja, hogy mi ez, ergo majd akkor válaszol, egy kicsit adjunk neki időt, és ő nem jön ide Magyarországra, mert hogy van egy ilyen álláspontja különböző politikai okokból. És ezt úgy tiszteletbe kellett tartani, és utána, amikor egy hét múlva rákérdeztünk, akkor azt mondta, hogy örömmel jön.
És ugye ez egy ilyen háttértevékenység, ami baromi fontos, és ezt kellene talán, hogy is mondjam, bekanalizálni magával a működésbe. És akkor sok mindent elérnénk. Ennek mi nagyon örülünk, hogy ez így működik, hogy hogy egyre inkább ezt még vissza-vissza gondolnak, és hát most csak gyakorlati okkal volt annak, hogy sokkal több régi zsűritagot szerettünk volna ide hívni, de ez most így nehézség között utazások miatt. De ez lenne talán az egyik megoldás, amit nagyon jó lenne, hogy többször találkozni, és így tovább, ezt mindig megígérik. Sőt, általában a zsűritagok is először itt találkoznak, tehát nem is ismerik egymást. Én nagyon szeretem ezt a szituációt, hogy nem ismerik egymást. És akkor most is a legutóbbi csapat, az már meg van beszélve, hogy valamikor decemberben majd ott Szlovákiában fognak találkozni. És akkor én nem tudom, hogy meg fogom kérdezni, hogy zajlott-e ilyen találkozó valóban, mert ez egy szép történet ennek a látogatói program részének, és ebből közvetve haszna lenne magának a finalistáknak, a művészeknek, hogyha lenne egy ilyen élénkebb eszmecsere. De nem tudom, hogy ezt lehet-e intézményesíteni. Amúgy én csak arra gondoltam, hogy így a sajtó, tehát hogy a Leopold Bloom, szóval én csak arra gondoltam, hogy mennyire jutnak el a hírek az emberekhez arról, uh-huh. hogy mi történik a díj után. Uh-huh. Szóval nem a kurátorokkal való későbbi találkozás, mert az valóban talán már nem kell, hogy ti dédelgessétek, hogy áfolgassátok, hogy közvetítsétek, de vagy a... Szóval csak ennyi, hogy a nagyvilágban hogy jut el, hogy mi történt a díjazottan, csak ennyi. Hát ez van, de nekem a realitás egy ilyen probléma. Kis színes hír a... Én tudom, csak a hírekről beszéltünk, vagy arról, de mindegy. Csak olyan, nem is olyan megfáradtak azok a... Ami jó botrány kell, és akkor egyébként az töri át a határokat a sajtóhozat, a kőzőszöt világában, de... Még itt volt egy kérdés, nem? Igen. Megoldottam. Nem. Ilyen nincs. Nem lehet, nem szabad. Biztos nem, igazából csak így felmerült bennem, hogy ugye szabadról, hogy nincs korhatár, hogy alsó sincs. Tehát mondjuk egy kis 10 éves csoda gyerek pályázna, amiről is nyerhetne, vagy van valami egyes kritérium, ami ezt megakadályozom, mint felsőfogó végzettség, vagy egyébként. Ha a magyar művészeti szcéna része az illető, akkor igen. Tehát nincs ilyen, nincs sem iskolához, sem végzettséghez kötve. Ez érdekes. Tehát igen, a 10 éves csoda gyereknek, igen, abszolút. Szerintem egyszer megszámoltuk ilyen 22-től a 75-ig tartott a pályázóknak a korfája. És akkor még nem volt eddig? Nem. A 20 fölött volt. Na, azért kézönszedben ritkán szoktak kiskorúak valami törvény is tiltani. Persze, nem csak vannak valóban olyan művészeti műfajok, ahol ez nem ritka egyáltalán, de mondjuk egy balettáncos esetében, de itt azért nem. Nem szokott közben. De szép lenne, ilyen gyámokkal kéne tárgyalni. Jó. Ilyen későbbi időszak van, nem? Kicsi, halljunk még néhány kérdést a közönségből, vagy engedjük el őket ez a... Hogyha valakinek még most van kérdése, akkor az bátran tegye fel. Engem csak annyi érdekel, hogy hányszor lehet megnyerni egyébként a díjat? Ez egy jó kérdés. Rávilágítottál az egyik jogi hiátusra, hogy nincs állásfoglalás ezzel kapcsolatban. Tehát ezt Robitól kellett volna kérdezni, hogy ha ő most bead egy pályázatot, akkor elkezdjük vakarni a fejünket, hogy ez hogy van. A rövid története van még ehhez a díjhoz, a díjnak egyébként. Tehát, hogy a 5-6 alkalom az nem... Tehát azt természetesnek vesszük, hogy Eszter most megnyerte 2021-ben, és hogy 23-ban nem fog pályázni, de nincs erre szabály. Úgyhogy, de jó kérdés, nagyon jó. Ez egy tisztázat. Nem is volt olyan, aki pályázott volna. Nem, tehát nem. Az úgy kicsit furán van.
nem talán... Ennyire normálisan viselkedik. Egy ilyen gentleman szokás, jó, úgyhogy lehet, igen. Hát csak most vagyunk, ugye például a Delkovics díjat, ugye azt hiszem háromszor is megvan. Az ösztöndíj, egy picit más dolgot jelent, igen. Valóban. Hát egy Oscar díjat azt lehet nyelni többször is, nem? Ez is lehetne ösztöndíj, és havonta lenne ez a... Havonta 10 000. Jó. Szóljunk. Hát ösztösök meg. Szóljunk, oké. Akkor ez lesz a konklúzió, hogy a díj az menjen át havi támogatási formában. És mindenkinek. Hát mindenesetre azt látjuk, hogy a közegnek állatlan nagy szüksége van olyan támogatási formákra, ahol a művész közvetlenül valamilyen módon mégiscsak támogatva van. Tehát, hogy ezekből nagyon kevés van. És azért van olyan fontos szerepe, mert ezt a közvetlen támogatás összemankodva egy ilyen szakmai előmeneteldel és azt építő konstrukcióval, ez szerintem tényleg jól működik. Voltak ilyen egyetemi tárgyalásaink egyébként mindig a díjátadó után tapasztalatból és a zsűri látogatás tapasztalataiból fakadó, amik számomra nagyon érdekesek, a legérdekesebb dolgok voltak. Az, hogy ha valakit azt éreztünk mi is, hogy rosszabbul szerepelt mondjuk a zsűri előtt. Tehát, hogy mi az a nívó, amit a zsűri elvár egy kortárs magyar képzőművésztől, mennyire kell az illetőnek ismernie saját magán kívül azt a horizontot, vagy elhelyezni önmagát ebben a horizontban. És hogy itt lenne mondjuk az oktatási rendszernek, az egyetemeknek, a DLA képzéseknek nagy szerepe, hogy ezt automatikusan azt mondani, hogy neked tudnod kell azt, hogy mi történik még a világon rajtad kívül. Szerintem ez így van azért nagyjából. Most már igen, de azért nekem voltak olyan tapasztalataim, amikor ez épp ezért nem működött, a kommunikációs szituációval. Tehát, hogy nem kell mindent tudni, de hogy elhelyezni magam, az például alapvető. És én is azt mondom, hogy optimista vagyok, mert azt gondolom, hogy egyre inkább így működik. És nem így működött még 10 évvel ezelőtt, vagy nem volt automatikus a dolog. Igen, biztos, hogy sokat fejlődött Ávistennek ilyen szempontból. Az célja, hogy az egyre fiatalabbak, kicsit tudatosabbak, jobban beszélik a nyelvet, több kapcsolati rendszerük van. Ez valóban így van. Hát hogyha a magyar galériás rendszer mondjuk sok kevésbé lenne homogén, és a művészeik teljesen nemzetköziek lennek, az is még lökne egyet a dolgon. Ahogy mondjuk Bécsben már ez a helyzet. Hát, egy-két magyar galériánál is van. Így, pontosan. Hát azért mondom, hogy ez oldja ezeket a kérdéseket, meg a különböző kurzusok, menedzser, szemléletű művészképzések, DLA iskolák és így tovább. Ebben segíthetnek nyilvánvalóan, hogy mit is kell csinálni, amikor egy portfóliót bemutatunk valakinek. Mert ez, nekem vannak ilyen extrém példáim, amikor tényleg az volt, hogy ugye csak ilyen tanúként, ahogy hallgatjuk a dolgot, hogy mit nem szabad csinálni, azt nem tudom mondani. Egyébként szerintem nincsen ezek a szabályok, hanem sokkal inkább az van, hogy valamilyen módon hitelesnek kell lenni egy ilyen helyzetben. Tehát én már láttam olyan megnyilvánulást, aki alapvetően nagyon keveset mondott, az mint a helyén volt, meg láttam olyat is, aki nagyon provokatív, és az is működött, meg van, aki szó szerint tényleg jól kommunikált. Azért erre sok módban valahogyan kell, ez biztos, valahogyan elő kell adni a történetet, ez helyesen biztos, de hogy hogyan, ez egy nagy kérdés. Csak nehogy az legyen, hogy tényleg ilyen marketing iskolákban, hogy nem tudom kiképezni a művészeket, hogy el tudják adni magukat. Nem. Én erre a horizontra gondoltam elsősorban, hogy ez egy nagyon fontos helyzet, hogy az én művészetem helyett azt mondani, hogy a hozzájárulásom a művészethez. És az egy más léptéket is meg hozzáállást jelent. Szóval köszönjük szépen hiteles figuráinknak ezt a hiteles beszélgetést, és akkor minden hiteles nézőnket arra kérünk, hogy nézzék meg ezt a hiteles kiállítást, és nagy örömmel zárjuk azért, hogy utána
pályázat. Megerősödve visszatérjünk majd két év múlva ebben a rendszerben. Biztos, hogy lesznek átalakulások egyébként, mert egy évtized az már ilyen minimálisan, de valami. Úgyhogy sok olyan díj volt, ami nem érte meg ezt az egy évtizedet. Sok olyan intézmény volt. Úgyhogy azért is 2011-21 ez egy fontos játék volt, ezért akartuk ezzel a beszélgetéssel zárni most a kiállítást. Azt hiszem, a kiállítóterek még nyitva vannak, és nem csak ez, hanem a Q-Contemporary nyitó kiállítása is alattunk, úgyhogy akkor én feloldanám ezt az ülő szituációt, és köszönjük szépen. Csak annyit mondanék, hogy a Q-Contemporary részéről pedig örülünk, hogy befogadhattuk a kiállításokat, szuper volt nekünk dolgozni, és gratulálok nektek, Esztelnek is, és folytassuk. Szuper volt, köszönjük. Köszönjük szépen!